Különféle korú, nemű és fajtájú kutyus szaladgál az új dombovári kutya kiképző pályán. Egy közös bennük. Javulni szeretnének egy megfelelő környezetben, gazdáik és szakemberek segítségével. Ez a Dombovári Kutyás Egyesület kiképző pályája. 1968-ban alapították a Dombovári Kutyás Egyesületet. A Dunántúlon és az országban is talán az elsők között. 1974-ig működtünk együtt a Tamási szervezettel közösen, utána elvált a kutyaink. Majd a Meóénak a helyi szervezeteként 2007-ig ezen a néven szerepeltünk, és akkor, amikor a Meóén elkezdte a szövetségé szervezni a helyi szervezeteket, ott szintén első között alakítottuk meg a Dombovári Kutyás Egyesületet, és azóta ezen a néven működünk. Az egyesület fő támogatója a város önkormányzata, a bázisként működő pálya is városi tulajdon. A kutyások pályázati lehetőségekkel is élnek, jelenleg is van nyertes pályázatuk. A közeljövőben pedig egy agility pályát szeretnének kialakítani, valamint meglévő szolgáltatásaikat is bővíteni. Két pályázat van jelenleg, amiben úgy tűnik, hogy nyerésre állunk. Az egyik a Nemzeti Erőforrások Minisztérium által kiírt NEA nevű pályázat. Azt már meg is kezdtük, két részből áll. Tavasszal csináltunk egy programot a rászoruló gyermekeknek, egy kutyás tábort. És a második az ősszel lesz, szeptember elején, mikor az iskolát elkezdték a gyerekek. Aki a kutyaiskolát szeretné látogatni, annak a házi rendben foglaltakat maradéktalanul be kell tartania. Kutyaiskola területén mindenkire vonatkoznak a házi rendünk belüli szabályok. Ez hozzáférhető a honlapunkon, ne lehet olvasni, és akkor azt szerint kell itt viselkednünk. A kutya kiképzés alapvetően egy szép sport, de egy veszélyes üzemmódnak is nevezhetném. Ugye mindenki a saját kutyáért felelős, ezt rögzítettük is a házi rendünkbe. Ezzel azt értem, hogy megfelelő órázzal, nyakörvel, védőoltásokkal ellátott kutyával szabad hozzánk bejönni. Amikor megkezdenik a képzést, leütt a kutyát, el kell vinni vécére, sétáltatni, hogy ne a pályán végezze a dolgát, mert az a többi kutyát is erre irritálja. A fontos szabály még, hogy a foglalkozást mindig egy kiképző vezeti, az ő utasításait szigorúan be kell tartani. Ez nagyon fontos mindenkinek szempontjából. Itt mi elsősorban, amikor elkezdjük valakinek a oktatását a kutyájával együtt, a gazdát kell megtanítanunk arra, hogy hogyan kell a kutyával bánnia. És az ő szerepük az megmarad, az otthonihoz képest, csak bővül a tudásuk azáltal, amit tőlünk itt kapnak. A Kutyás Egyesület tagjai számos hazai és nemzetközi megmérettetésen is helytáltak, valamint helyi szinten is ismertek, több rendezvényen is bemutatkoznak. Szerencsére óvodákba, iskolákba gyakran meghívják az egyesületünket, bemutatót tartani, illetve felvilágosítást tartani. Oda többen szoktunk menni, természetesen különböző fajta, különböző képzettségű kutyákkal, és ott tartunk bemutatót, illetve elméleti oktatást a gyerekeknek, mire vigyázzanak, mire figyeljenek oda utcán, illetve bárhol, ha kutyával találkoznak. Főleg az óvodákban, illetve az iskolákban a kisebb korú gyerekeknél rendkívül népszerű. Sokat lehetne róla beszélni, hogy mit csinálunk ott, de a gyerekek azok a lényeg, hogy mennyire élvezik, mennyire szeretik és milyen tapsot kapunk. A kutyaiskolában egészen kicsi kölyök kutyákat is fogadnak, az ebb fajtája és vérmérséklete, no meg a gazdi elképzelése határozza meg, hogy milyen szintig jutnak a tanulásban. Először is az ide látogatónak, a kutyájának megfelelő védőoltásokkal kell rendelkezni, illetve megfelelő felszerelésekkel. Ha ez megvan, akkor elkezdjük az alapozást a kiskutyával. Nem tudom, ebbe belemerülhet, mennyire merülhetek bele. Az alapozás a kézkövetéssel kezdődik. Tehát az a lényeg az egész kiképzésnek, hogy a kiskutya megtanulja a gazdának a kézkövetését. Nem a régi, hagyományos, kényszerítő eszközöket használjuk, hanem a kutya vele született ösztöneire alapozzuk a kiképzést. Ebből fakad, amit az előbb említettem, a kézkövetés, élelemmel, illetve jutalommal motiváljuk a kiskutyákat, és innen kezdjük el felépíteni egészen a vizsgákig a kutyát. Ha a kutyának az idegrendszere, illetve a gazdi alkalmas a kiképzésre.
Iskolánkban több csoporton folyik a kiképzés, az ovis csoport, a kezdőcsoport, akik felnőttek már, de még nem voltak iskolába, illetve a haladó csoport, akik már kijárták a tanfolyamokat. A haladó csoportnak megtiszteltetés, hogy én lehetek a vezetője. Több rétű kiképzés folyik itt, nyomozás, nyomkövetés, fegyelmező gyakorlatok és őrzővédő, amelyik fajta alkalmas az őrzővédőre. Nyomkövetésre szinte bármelyik fajta alkalmas, mert ott is élelemmel motiváljuk a kutyát. A fegyelmező gyakorlatokra többé-kevésbé minden fajta alkalmas, van amelyik kevésbé, van amelyik jobban. A fegyelmező gyakorlatok már a haladó csoportban legtöbbször póráz nélkül történnek. Itt már például egy pórázon vezetés és ültetés már menet közben történik, tehát a gazda csak kiadja a vezényszót, hogy ülj, vagy feküdj, vagy állj, és a kutyának azonnal végre kell hajtani. Itt bővül a előreküldés, akadályok, aportozás, síktalajon, illetve akadályokon keresztül. És a legszebb, vagy a leglátványosabb része ugye az őrzővédő. Több német juhász is van a csoportban, illetve voltak régebben dobermanok, rottweilerek, ezekkel nagyon jól lehetett dolgozni az őrzővédő munka folyamán. Itt már nem csak az a lényeg, hogy a kutya megfogja az úgynevezett csibészt, a segédet szakszavakkal mondva, hanem ott már különböző gyakorlatokat is végre kell hajtania. Például van egy úgynevezett búvó, azaz egy sátor. A kutyának, mint a vizsgán, oda kell állnia, ülnie pontosabban a segéd elé, felugatással jelezni, hogy őt megtalálta, majd vezényszóra ott kell hagynia, ami igen nehéz egy kutyának, főleg egy ösztönerős kutyának. Ki kell lépnie a gazdához, kivezetni a segédet, ott egy szökést akadályozni, úgynevezett szökést, tehát itt teljesen sok döbrétű az őrzővédő munkánk. Az Egyesület évente kétszer tart nyílt napokat azok számára, akik tervezik, hogy kutyájukkal eljárnak a képzésekre, de bárki megismerheti ezeken a napokon a kutyások munkáját. Végezetül szóljon néhány elégedett gazdi. Hát kiskorom óta nagyon érdekel a kutyatenyésztés, kutyakiképzés. Két német juhászunk van és kettő francia buldogunk, mind a négyen ide járunk a pályára. Rettentő jó a csapat, nagyon jó hangulat van, nagyon nagy nyugalmat áraszt ez a pálya. Aki lejön, az láthatja. Főként a franciákkal engedelmes, illetve a szocializáció, tehát hogy viselkedjenek kutyákkal, emberekkel, illetve a német juhászokkal IGP sport, ami három ágazatú, nyomkövetés, engedelmes az őrzővédő ágazatot gyakoroljuk a kutyusokkal, vizsgázunk is. A franciánk, Mócika, ő 4 éves, egy éves korától, amikor hozzánk került, 1 évesen került hozzánk a kutyus, azóta szinte azonnal járunk a pályára. Egy törpös naucer kiskutyám van, belejöttem ide, régóta ide járok, édesapám is ide hordta a kutyáit, nekik is törpék és óriások voltak, mindegyikük munkavizsgás volt, és úgy gondoltam, amikor megvettem a kiskutyámat, hogy ő is szeretném, hogyha jól nevelt lenne, okos lenne, bárhova el tudjak vele menni. És hát ugye, mivel régóta ide járunk, és úgy tudom, hogy ez a legjobb kutyasuli, ezért jöttünk, és nagyon jól haladtunk, 2,5 éve járunk ide, és 1 év után a Harley-nak sikerült BH1-es vizsgát letennie, tehát az engedelmes vizsgát megszereznie. Hát egy nagyon jó kis csapat alakult ki közöttünk, a kutyaóviba kezdtünk együtt, és utána mentünk tovább a haladóba. Igazándiból a Hardy a legkisebb, mert egy német juhásszal és egy labradorral járunk együtt, meg egy kis keverék kutyával, és nagyon jól megértjük egymást, és a kutyák is imádják egymást. Egy 90 napos német juhász kutyánk van, és ugye a kezdőtanfolyamot kezdtük körülbelül 1 hónapja. Hát most itt az ültetés-fektetés behívásnál tartunk, az már mondhatni elég jól megy, és azért jöttünk, mert szeretnénk, hogyha az alapvető engedelmességi feladatokat tudná a kutyus. Az a felvételeken is jól látszik, hogy családias hangulatban telnek a foglalkozások. Gyerekek játszanak egymással és a kis kedvencekkel. A gazdák között jó barátság alakul ki, és a lényeg, itt mindenki tanul. Kutya és tulajdonosa is.